az egyik legszebb csarnok az országban, ami kiválóan alkalmas futszára, mint borítás, mint pedig a elhelyezkedését tekintve is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha egyetemi sportról beszélünk, akkor az egyik legjobb helyszín a Ludovika, úgyhogy ez mindenképpen emeli az eseménynek a rangját. Milyen volt az első edzés a Covid után, amikor ismét összeállhattatok? Nagy felszabadulás volt, nagyon örültünk, hogy találkozhattunk egymással. Ugye így nem túl sokat tudtunk szocializálódni ez alatt a periódus alatt, hiányzott az egyetemi légkör, a barátok, a beszélgetés egymással, úgyhogy nagyon jó volt újra találkozni és focizni. Nagyon jó hangulat az öltözőben mindig, buszon, imádunk együtt lenni, és reméljük, hogy ez folytatódik és marad is így tovább. Deltére járok egyetemre, pszichológia szakra járok, és hát lejöttem én is egyet focizni. Végre lehet közösségben lenni, végre a járványt követően visszatérhet a kampuszok területére az egyetemi sport, és lehet nézők előtt és közösségben versenyezni, sportolni, és hát reméljük azt, hogy ennél már csak jobb lesz a következő időszakban. A Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság 4-es döntője következik futszálban, és meg is kezdődik hamarosan az első női elődöntő. Szerencsénk, hogy így, hogy testnevelési egyetem és mindenkinek van sportja. Így a 21. század közepére már lassan ott tartunk, hogy elég sok a női focis is. Zicser és a torna első gólját Krár Edina szerzi a 2021-es futszál MEFOG Final Four-ról. Hármas eredménye szett, azt jelenti, hogy a TFS-e lesz majd ott a fináléban, a PTE pedig a bronzpárharcon lesz érdekelt. Azt, hogy rúgtunk hármat, az nekünk már egy nagyon-nagyon jó eredmény. Én úgy gondolom, hogy kapusposzton mindenképpen bizonyítottunk, és nagyon remélem, hogy ez egy jó felkészülés volt nekünk a holnapi napra. Nekünk minden egyes elejtező sorozatban ez a célunk, hogy itt legyünk a 4-es döntőben. Sajnos az elmúlt évben ugye a Covid miatt nem volt megrendezve, az előző évben nem sikerült kvalifikálni magunkat, úgyhogy már nagyon vártuk, hogy itt leessünk a 4-es döntőben. Tarpai hajszál pontos lövésével vezet az LTB az a Miskolci Egyetemmel szemben. Tudtuk, hogy szívósan jönnek el, tudtuk, hogy nagy pályások, de mi ennek megfelelően felkészültünk szerintem, és meg lett hamar az első gól, szerencsére. Ez kicsit megnyitotta a csapatot, aztán pedig a kapusunk meccsbe tartott minket, úgymond, és jött utána már a második, harmadik, és akkor le tudtuk zárni a mérkőzést. Kékezen láthatjuk az LTE Beac csapatát, számos ismert játékosról egyébként a női labdarúgás, a női futszál világából. Sok helyről jövünk, nagy pályáról is, meg kis pályáról is. Nehéz így összeszokni egy meccs alatt, de azt gondolom az első mérkőzés eredménye alapján sikerült. Mi a célotok holnap? Hát egyértelműen nyerni. A TF csapatával játszunk, és szeretnénk megnyerni. 18 volt hozott a második női elődöntő egy igencsak izgalmas mérkőzésen, még ha hamar ki is alakult a jelentős különbség a két csapat között. Sosem szabad feladni, tehát attól, hogy mondjuk sok góllal vezet az ellenfél, akkor sem szabad feladni, hiszen ez mentálisan is a többi meccsen pozitív löketet ad. A csapat, annyit kell tudni, hogy nagyon összetartó társaságot Szombathelyen az egyetemen, már több éve együtt játszik a mag, és ez csapódik mindig az újak, az elsősök, a úgymond kiegészítő emberek, és ez a mag, ez egy nagyon jó társaság. Az ellenfélről van olyan játékos, aki tegnap magyar bajnoki címet ünnepelhetett. Milyen volt ilyen ellenféllel szemben a pályán lenni? Készültünk rá, hogy le fognak játszani a nagy csapatból. Igazából ez számunkra nem kifogás, hogy lejátszottak. Mi a saját játékunkat akartuk végig pályára kitenni. Szerintem ez részben sikerült. Voltak szép akcióink, lőttünk szép gólokat. Annyi, hogy hátul ennyiben nem fér bele. 9 gólt nem szabad kapni egy meccsen. Nagyon
felkészülünk, több játékosunk még nem játszott NEFOP döntőn, ezért egy nagyon, mindenki nagyon élesen érkezett ide, úgyhogy nyerni akartunk. Az első meccset mindenképpen döntőt akartunk játszani. Szerintem egy nagyon jó hangulatú verseny, alapból a döntőmeccsek is, itt ez meg hát tényleg profi. Innentől minden mérkőzés éremért zajlik. Megkezdődik a női bronzmérkőzés a 2021-es futszál MEFOB-on. Volt két új emberünk, meg kellett építeni, nekik is meg kellett szokni ezt a játékot, szóval onnantól kezdve, hogy ők is feloldódtak, nem volt már izgalom, onnantól kezdve működött a gépezet. Úgy jöttünk, hogy egy meccset mindenképpen nyerni kell, gondolom, hogy ezt a célt ezt teljesítettük, ráadásul második fél időben egy nagyon szép játék, nagyon büszke vagyok a csajokra, és köszönöm, hogy mindent megtettek. Nagy lehetőség a Miskolc előtt, gól! 2-2! Újabb fordulat, Cékus vacsizik! Micsoda izgalmak vannak itt a bronzmeccsen! Még aki cserénk volt, az is megsérült, úgyhogy gyakorlatilag a második fél időtől már cserénk sem volt, plusz a hosszabbítás, nem találom a szavakat. Ilyen fáradtságot már nem tudom, mikor éreztem utoljára, de ezzel mindenki így van. Nyerni szerettünk volna, ez vitt előre. Tulajdonképpen már lélektani előnyben volt az ellenfél. Nálunk volt a vezetés ugye a hosszabbításban, és a végén tudtak egyenlíteni, egy védelmi hibában. Úgyhogy igen, ott a koncentráció egy kicsit elfogyott, illetve a büntető párbaj az mindig lutri, úgyhogy ott igazából nem a kvalitások számítanak, hanem a pillanatnyi forma, vagy hogy pillanatnyi fejben, hogy ki hogy van ott a hatosnál. Szegő az ítélet végrehajtó! Berúgja! Ezzel pedig a Miskolci Egyetem a bronzérmes! Én elégedett vagyok összességében a harmadik helyen. Elégedetten megyünk haza Miskolcra. És a csapat is? Hogy láttad rajtuk? Mindenki. Úgy gondolom, hogy mindenki álláspontja ez. Kék-fehérben láthatjuk majd a TF csapatát, és fehér belsőben, fekete nadrágban pedig az eltéseket. Nagypályások vagyunk, valaki először, most mondtuk el a futszálszabályokat. Én abszolút jól éreztem magamat, nekem ez volt az első MEFOB játékom, úgyhogy nagyon várjuk a következő évet. Én alapvetően nem kispályázom, nem futszálozom, hanem nagypályán játszom, és ilyenkor nagyon jó ide lejönni, sokat élek labdába, úgyhogy nagyon élvezem, nagyon jó csapatársaim vannak, akik kiszolgálnak labdával, így nagyon élveztem. Megvan az aranyéremesünk, az Elte női futszal csapata megnyeri a MEFOB Final Four-t és megnyeri az aranyat. Alapvetően ezt a csapatról tudni kell, hogy nagyon jó baráti társága alkotja magát, és szerintem ez az a kohézió, ami segített előre repíteni minket ide. Egy Eltés belháború, amit láthatunk az Elte Beac és az Elte Szavária között, utóbbi kék-feketében. Az Elte Beac pedig fehérben, teljesen fehérben, hófehérben. Hát megmondom őszintén, abszolút nem úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy szerettük volna. Kicsi, ha fogalmazhatok, így bennmaradt a csapat az öltözőben. Szerencsére a csapat összetétel azért egy ilyen küzdős játékos jellemző a csapat összetételt. Megmutattuk már többször mérkőzéseken, akár egy gólos, akár két gólos hátrányból képesek vagyunk fölállni. Így meg is született az eredménye a sok támadásnak, a sok akciónak, sikerült kiegyenlítenünk a mérkőzés, és onnantól kezdve úgy gondolom fejfejmelet haladtunk az ellenfélen. Micsoda művelet, és mekkora volt Lősnyipos! 16 másodperc, valóban most már kockás nyomokat nyom a hátulőkre. Gémesi ellövi! Gól! Ez van bent! 13 másodperc volt már csak hátra! Úgy nézett ki, hogy a Szavária mindent kibír. Ahogy a bronzmeccs, itt is hosszabbítás dönt. Teamvédőnként érkeztünk, úgyhogy azért mindig nagyon-nagyon fontos, illetve aki elindul bármilyen sporteseményen, az mindenki nyerni akar. Úgyhogy nagyon fontos volt nekünk, az újaknak mindig próbáljuk azért átadni ezt a kis szellemet, hogy az egyetemi foci azért az igenis nekünk egy presztízs kérdés, és meg szeretnénk nyerni mindent. Megint! És ott a gól! Vezet megint a Beac! A Beac pedig győztesként távozik, sikerül megvédeni a címüket. 40 sportágban szervezünk megközelítőleg éves szinten MEFOB-ot, és hát az összes csapatsportágban próbálunk minden évben
bajnokságot, lehetőség szerint egész éves bajnokságot, de valahol pedig kupa rendszerben megszervezni. A vízilabda MEFOB július 3-án, 4-én lesz Miskolcon, Szabadtéren, várhatóan, remélhetőleg teltház előtt, és mentoredzőkkel, olimpiai bajnokokkal, illetve hát az egyetemi csapatokkal, férfiaknál 12, nőknél pedig 4 csapattal, úgyhogy én azt gondolom, hogy ott is színvonalas küzdelmek lesznek nézők előtt, és jó hangulatban, és jó színvonalban.